Dr. Kállai István egy ideig Japánban tanított, ebből az időszakból is láthatnak relikviákat az érdeklődők a Kállai gyűjteményben. Emellett látható Kállai Kristóf éremgyűjteménye és egy 1975-ös tokai aszú is, amit a diplomata születésnapjára kapott édesapjától. Ezeket az emléktárgyakat a Kállai család féltve őrizte az elmúlt évtizedekben, az elmúlt hónapokban viszont apránként a Nyíregyházi intézménynek adományozták. Akiket ki kell emelni mindenféleképpen, az Kállai Miklós, Kállai Helén, Kállai Kristóf, dr. Kállai Krisztián és dr. Kállai Ubul. Tehát ők azok, akik amikor jönnek, akkor mindig hoznak nekünk valamit, vagy valamilyen régi dokumentumot, levelezést, vagy tárgyi emléket, és most, mint ahogy említettem, ebből egy kis részét mutatjuk meg a nagyközönség előtt, de szeretnénk majd valamikor az idén még egy újabb kiállítás formájában még bővíteni, illetve az újabb relikviákat is bemutatni. Hiszen a Kállai család az elmúlt 1000 évben nem csak az országért, a térségért és Nyíregyházáért is sokat tett. Egy ősnemesi család, aki a honfoglaló magyarokkal érkezett ide, és vérségéből lett magyar nemes, tehát nem nemesi adomány szerzett egy uralkodótól, és a végig gondolom, hogy mit csináltak Szabolcs vármegyéért legfőképpen, de hát mivel nagyon sokan voltak, nagyon sok más magyarországi, király-magyarországi vármegyében töltöttek be fontos funkciót, akkor ezek az életutak mutatják azt, hogy a Kállai család egy olyan embléma itt Nyíregyházán és Szabolcsban is, hogy olyan emblémának kell lenni, amelyre nem árt, hogyha felnézünk, nem árt, hogyha tetteiket megrostáljuk, nem árt, hogyha tanulunk belőle. A Kállai gyűjtemény ezért mindent meg is tesz, ezt pedig nagyra értékelik a család még élő tagjai. Nem véletlenül adományoznak rendszeresen újabb és újabb tárgyakat. A Kállai család, ahogy átkerült, eddig is, de ahogy átkerült ide, ebbe a nagyon modern, szép épületbe, a hagyatékuk lényegében, így nagyobb kedvel adományoznak, és amit meg tudnak szerezni, vásárolni, vagy ami még van a tulajdonukban, az könnyebb szívvel adják ide, mert tudják, hogy be lesz mutatva, jó helyen van, hogy egyben van az a nagy anyag, amit ők itt hagytak Nyíregyházán, a városnak és a vármegyének. A kiállítás szeptember 24-ig látható a Nyíregyházi Kállai gyűjtemény emeleti kiállítótermében.